Sziasztok, én Annéz vagyok, és elérkeztem a következő videóval, és a mai videó nagyon-nagyon különleges lesz, ugyanis elérkeztünk az 1000 feliratkozóhoz, ami egy hatalmas nagy szám számomra, ugyanis nagyon rövid idő alatt lett meg az 1000 feliratkozó, és pont a... NA! Te mi a francot csinálsz már megint itt? Csukd! Most augusztus 22-e vasárnap van, 13 óra 42 perc, és valaki persze most nyír füvet, mert miért nem most nyírna füvet, de már nem akartam tovább húzni, szóval most ezt a videót felveszem, ha belehallatszik, ne haragudjatok. Na és most 1266 feliratkozom van, amilyen nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon-nagyon durva, hogy ilyen rövid idő alatt, mert kb. Április 10-e körül kezdtem el, és most augusztus ugye 22-e van, és már ilyen hamar meglett, és az a durva, hogy még július közepén ilyen 100-200-nál jártam, és ebbe a pár hétbe pörgött így fel, amilyen rettentően hálás vagyok, és nagyon-nagyon köszönöm nektek. És mivel nekem ez az 1000 egy hatal... Oké, ez nem az én videóm lesz, úgy érzem. És ez a videó... Már nem kezdődik jól, legalábbis hiába nem mondtam még el nagyjából, hogy miről fogunk beszélni, de már most bajok vannak, ugyanis először, mikor elkezdtem az intrót felvenni, ez egy nagyon, hogy is mondjam, ez egy nagyon impulzív és nagyon ilyen, hogy is mondjam, nagyon közeli videó lesz, szóval ebbe olyanokat is beleteszek, amiket egyébként nem tennék bele a videóba. Most picit dumálgatni fogunk, egyébként arról fog szólni ez a videó, kicsit beszélgetünk, én is beszélek, ti is írhatjátok a kommenteket, elbeszélgethetünk lenne a komment szekcióba is minden, most ez egy kis laza videó lesz, ez semmi komoly, csak beszélgetünk. És már kezdjük ott, hogy először, mikor ezt a videót felvettem, rájöttem, hogy nem dugtam be a mikrofont, és nem vette fel, amit így... Vagy felvette csak ez a telefon mikrofonjával, akkor újra kezdtem az egészet. Aztán. Itt nyírják a füvet a hátsó szomszédba, aztán mögöttünk is vannak, jöttek le, mivel nem is lenne baj, de ugye tudjátok, hogy ez a... Nem tudom, hogy hívják ezt, most nem jut eszembe a neve, de ez nyitva szokott lenni. És most ezt nem nyithatom ki, mert akkor benne vannak, ahogy mászkálnak a háttérben, mert pont hátul vannak kinn a kertben. Szóval, hú, és nem tudom, belevágom-e azt, de apukám megjelent itt velem szemben az ablakban, mert ugye itt tülök ez egy ablak, és velem szemben is van egy ablak, és megjelent, hogy hát, becsukja az ajtót, de megint megjelent az ablakba, úgy, mint anyukám múltkor, ha láttátok a hű. Nem tudom, szerintem az a videó később fog kimenni, valószínűleg később fog kimenni, de lesz egy videó, mert szintén anyukám megijeszt, nem szándékosan, de azt csak akart valamit kérdezni, és ugye ide jött az ablakhoz, hogy tudjon valamit kérdezni tőlem, és én nem számítottam rá, ugye itt magamba itt olvasgattam, mondtam a magamét, és erre megjelent valaki az ablakba. És apukám megint megjelent a... Most apukám jelent meg itt az ablakba, hogy becsukja az ajtót, mert ez is egy nagy sztori, hogy... Hát én nem a rendes házunk videózok, hanem itt a kertünkben van egy kis faház, és én ebbe itt videózok, ez az én kis sarkom. És tudni kell erről a kis faházról, hogy ennek, ha nem zárod ugye kulcsra, nem záródik olyan jól az ajtaja, valami gebasz van vele, és mondjuk szél az nagyon könnyen kiviszi, mert nem úgy záródik, és ki kell kívülről támasztani. És ehhez kell egy külön ember, ugye, mert én ki tudok egyébként ugye mászni az ablakon, viszont az picit macerásabb, ezért mindig szokott nekem valaki segíteni, aki kitámasztja az ajtót, miután én már itt behoztam mindent, itt benn vagyok. És nem jöttek, és én ugye amennyire tudtam, így behúztam az ajtót, elé tettem így egy széket, nem tudtam, hogy jó lesz az úgy, mert igazából azért, hogy a fények úgy jöjjenek, azért szoktam azt is becsukni. Na igen, és észrevette, hogy hát nem jött, és nem segített nekem bezárni, becsukni az ajtót, és megjelent, hogy hát becsukja, de én nem számítottam ugye rá, és annyira megijedtem megint, szóval ez a videó már nagyon jól kezdődik, szóval fú, de ez tényleg egy ilyen laza, közvetlen, beszélgetős videó lesz, amiben semmi komolyságot nem... Na látjátok, melyik kinyílt az ajtó, na erről beszélek. Na szóval, szerintem ezeket most nem fogom kivágni, tényleg ez egy ilyen közeli videó lesz, egy nagyon közvetlen, amiben tényleg én leszek, úgymond nem egy kis történetmesélő, aki átadja a történetet, hanem mint én, Aniz, szóval...
Remélem tetszeni fog nektek ez a videó, és akkor vágjunk is bele. Először én megmondom nektek, úgy akartam, hogy én beszélek csak így mindenről, így, amiről így gondolok, viszont arra gondoltam, hogy fölteszek nektek kérdéseket, vagyis nem is, hanem ti tesztek fel nekem kérdéseket, amikre én válaszolni fogok, jaj, kényelmetlen szék, na igen. Szóval igen, ti tettetek fel nekem pár kérdést, nem sokat, de nagyjából azokat a kérdéseket tettétek fel, amiről így akartam beszélni, szóval nagyjából így lefedik az egészet, amiről én szerettem volna beszélni. Kitettem Instára is, hogy kérdezzetek, illetve kiírtam az egyik videóm kommentjébe, hogy nyugodtan kérdezzetek, amit szeretnétek, és ha olyan, akkor meg is válaszolom. Tényleg nagyon-nagyon örültem, mert nagyjából olyan kommenteket kaptam, és olyan kérdéseket tettek fel, amire alapból is szerettem volna válaszolni, meg beszélni itt a csatornán, szóval ennek nagyon-nagyon örülök. És kezdem is először az instásokkal, ott pontosabban mondom, 4 kérdést kaptam. A neveket nem fogom bemondani, mert nem tudom, hogy ki szeretne anonim maradni, meg ki nem, szóval hiába megnézhetik mondjuk a komment szekcióba, de én nem mondanám be, mert nem tudom, lehet valaki nem örülne neki, szóval így unblock így az egészet nem fogom, senkinek se fogom bemondani a nevét, szóval ha valaki szeretné, akkor bocsi, de nem fogom bemondani, ha esetleg valaki nem szeretné. Na, de akkor nézzük az első kérdést, hogy ez az egyetlen csatornád? Igen, nekem ez az egyetlen csatornám, egyébként ezt majd később kifejtem, hogy miért ilyen csatornát indítottam el, viszont sokat gondolkoztam egyébként, hogy indítok másik csatornát is, egyébként én egy ASMR-os csatornát akartam elindítani, még az járt a fejembe, mert nagyon szeretem ezeket a mukbangeket nézni, de nem az olyan mukbangeket, amikbe beszélnek, csak amiben egy esznek, ezeket a sima ASMR-okat, de azokat én nagyon-nagyon szeretem nézni, nem tudom, sok embert idegesít, de engem nagyon megnyugtat, és én nagyon-nagyon szeretem őket nézni, és megnyugtatnak, vagy nem tudom, és magyarban még nem láttam ilyen ASMR-ost, aki csak így enne, és ezért gondolom, voltam én erre, hogy én leszek az első, de végül nem csináltam meg. Benne van a pakliba, hogy egyszer nekiállok és elindítom, de ahhoz szerintem úgy tűnik nekem nincsen annyi időm, hogy én még egy másik csatornát is be tudjak vállalni, illetve még a sminkes csatorna is így az eszembe volt, hogy én azt elkezdem, mert nagyon-nagyon szeretek sminkelni, mint látjátok, megpróbálom ezt is belevonni a csatornába, és néhány videóba sminkelni. Ez egyébként sokaknak nem tetszik, és sokan megkérdőjelezik ennek a létjogosultságát itt a csatornán, viszont bárki bármit ér, én ezt addig fogom így csinálni, és ezt a formátumú videótípust, vagy ezt a formátumot, amíg én jól érzem magamat, élvezem, szeretem csinálni, és pár hülye komment ebben engem nem fog megállítani, hiába gondolja ezt mást illetlenségnek, hogy én ilyen témák közben sminkelek. Én egyáltalán nem gondolom így, és amíg én így gondolom, addig én ezt csinálni fogom. Én lesznek természetesen még ilyen leülős, sima beszélgetős videók, amiben én ide leülök, elmondom a történetet, és passz, ennyi, de lesznek olyanok, amikre én közben is sminkelek, mert én jobban föl tudok oldódni, nekem ez egy olyan tevékenység, amit szívesen csinálok, ami engem megnyugtat, és ez sokkal jobb nekem a hosszabb történeteknél, mert én a hosszabb történeteket itt szeretném feldolgozni, ugyanis nekem sokkal kényelmesebb az, hogy nem itt ülök, és csak itt malmozok magamba, és közben kezdek valamit a kezemmel is, ha mondjuk, mert például a West Memphis-i 3-ak videót, nem tudom, azt hiszem nektek 40 perces lett, vagy 50, nekem az másfél óra volt fölvenni. Sokkal jobb volt úgy fölvenni, hogy közben csináltam valamit, mint hogy én csak itt ülök, és mondom a magamét. Nekem úgy sokkal könnyebb, jobban szeretem, és én például a kedvenc ilyen témájú videósom, aki hasonló videókat készít, ő is sminkel közbe, de ezt nem én találtam ki, szóval nagyon sokan ezt így csinálják, Magyarországon is, és külföldön is, és mind a két fajta videó típus lesz itt a csatornán, vagy mind a két fajta videó lesz a csatornán, attól függ, hogy melyikre van épp időm, a sminkes egy picit bonyolult, meg jobban elő kell rá készülni, de szerintem olyan is lesz ugyanúgy, és ilyen sima beszélgetős is, és el tudjátok dönteni, nektek melyik tetszik jobban, azt nézitek meg. Én amíg élvezem azokat a típusú videókat csinálni, addig én fogom. Kicsit, hát nem is kicsit, eltértünk egy jóval a tártól, hogy egyetlen csatornám van-e, de nem baj, ezt így ezt szerettem volna nektek mondani, és szerettem volna nektek erről beszélni, szóval
Ebben így meg is vagyunk. Aztán, melyik a kedvenc rejtélyes eltűnésedről szóló sztorid? Na, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Hú. Most egy jut eszembe, amit tudnék mondani, az Maura Murray eltűnése. Őt egyébként soha nem találták meg, még mindig eltűntnek vagy nyilvánítva, és ő benne van azt hiszem a top 5 vagy top 10, nem is tudom, leghíresebb eltűnésbe. Ő nem is tudom már milyen nemzetiség, meg semmit nagyon, de az arca megvan előttem, és látok egy, és láttam róla egy dokumentumfilmet igazából, és így nagyon megragadt bennem ő, hogy még mindig keresik, illetve volt egy lány azt hiszem, akinek most Istenért nem fog beugrani a neve, de emlékszem róla is láttam az ID-n egy dokumentumfilmet, hogy keresik, és meg is osztottam, emlékszem, Facebookon egy bejegyzést róla, hogy keresik, de majd ide kiteszem a nevét meg a fotóját, ha megtalálom, hogy ki ez a lány. Most Istenért nem ugrana be a neve, hogy őt hogy hívják, fogalmam nincs, hogy hívják, viszont ő még az, akit így nagyon emlékszek rá, illetve olyanok vannak nekem, inkább gyilkossági ügyek vannak, amik igazából, jaj, kiléptem. Na szóval olyan gyilkossági ügyek vannak nekem inkább, amik megoldatlanok, és nagyon sokat gondolkozok rajtuk. Szóval ilyenek vannak nekem inkább. Például van egy lány, ez szintén az ID-nél láttam róla egy dokumentumfilmet, az annyira ragadt meg belőle, hogy elrabolták a lányt, és őt folyamatosan tudták, hogy elrabolták, és a rendőrség folyamatosan üldözte az elrablóját, meg minden. És itt nekem az volt a különleges, hogy a lány milyen okos volt, ugyanis például az apja neki rendőr volt, és mondjuk tudta, hogyha kitép a hajából mondjuk pár szalát, és így elejti mondjuk a kocsiba, akkor azt ott meg fogják találni, és tudni fogják őt azonosítani. És például ezek a dolgok nagyon-nagyon okos volt, és ez ragadt meg. Vagy például Szatmári Niki eltűnése és meggyilkolása. Ugye azt már nem beszélhetünk eltűnésről, mert megtalálták a testét, viszont az is nagyon megragadt. A West Memphis-i 3-ak is nagyon megragadt bennem. A Tent Girl is, akiről már csináltam videót, illetve még volt egy másik, egy ilyen gyilkosság, az a Tom Mulfield gyilkossága. Ő egy ilyen papírgyáros gyilkosság, ami lehet egyébként öngyilkosság, pont ez benne a rejtély, hogy nem tudjuk, és az nagyon érdekel még, de arról is lesz majd videó, nem tudom mikor, de valamikor. Szóval engem nagyon sok így érdekel, meg vonz, de a West Memphis-i 3-ak az, ha gyilkosságról beszélünk, ami nagyon-nagyon megragadt az emlékezetem, és mai napig gondolkozok rajta meg róla, de erről majd picit később is majd lesz szó a videóba. Szóval igen, de nekem ez a Maura Murray eltűnése, meg az a lány, akinek nem tudom a nevét, akit mondtam, szóval ez a kettő. Aztán egy másik kérdés, hogy mennyi idős vagy. Én 15 éves vagyok, egyébként nagyon sokan többnek néztek már 20-nek, 19-nek, 17-nek, már sokkal idősebbnek néztek. Egyébként április 10-én töltöm be majd a 16. életévemet, na, kimondtam, és sikerült elmondanom, amit akarok. Szóval igen, április 10-én leszek 16 éves, de az majd még később lesz, éppként már nagyon várom, mert akkor végre tudok menni diákmunkára, szóval igen. Aztán szeretnél majd egyetemre jelentkezni? És itt átmennék, hoppá, itt eltekertem. Na szóval, itt szeretnék átmenni egy másik kérdésre is, ugyanis kaptam én még egy olyan kérdést, hogy milyen szakra szeretnél menni, ha egyetemre jelentkezel majd, és szerintem ez az egy ilyen másik egyetemes kérdés volt, ha jól tudom, igen, és erről picit szeretnék beszélni, picit hosszabban. Egyetemre Amerikába szeretnék menni, és ott is szeretnék később nyomozóként, majd viselkedés elemzőként dolgozni az FBI-nál, de igen, ne szaladjunk ennyire előre, szóval Amerikába szeretném elvégezni az egyetemet, és ott egy kriminológiai szakra szeretnék menni, ahol a kriminológiát tudok tanulni. Egyébként nyomozóként másfajta diplomákat is elfogadnak, viszont mivel én szeretem ezt a témát, akkor már úgy vagyok vele, hogy tanuljam ki azt is ilyen szempontból, szóval én ezért szeretném ezt tanulni ott, majd ugye én ott gyilkossági nyomozó szeretnék lenni, és el szeretném majd később végezni az FBI-nak az ilyen kiképzését, ami egy azt hiszem másfél éves, vagy nem is tudom pontosan, hogy mennyi, azt hiszem 16 hónap, vagy
18, nem is tudom, mindegy. Később FBI-nál viselkedés elemzőként szeretnék dolgozni, de ez nagyon távoli, de nekem a fő célom az, hogy én gyilkossági nyomozó legyek az USA-ban. Legfőképpen engem egyébként Los Angeles vonz, illetve az az áterv, hogy én Los Angelesbe éljek, és ott legyen munkám, ott dolgozzak ilyen szakmában, de még szóba jöhet nekem Florida és Miami környéke, illetve New York. Nekem ez a három leginkább város és állam, ami így nekem így szóba jöhet leginkább, de ha máshol az se baj, mert például az FBI Akadémia Quantico-ban van, ami az a terv, hogy mindenképpen kriminológiát szeretnék tanulni, és nagyon szeretnék egyetemre menni, és mindenképpen ezt szeretném én tanulni, és úgy érzem, hogy nekem ez a hivatásom, én erre születtem, és nagyon-nagyon várom már, hogy elkezdjem, már tényleg nagyon-nagyon-nagyon várom azt, hogy én ilyen egyetemen tanulhassak, még nem tudom pontosan melyik egyetemre, de azt tudom, hogy mit szeretnék tanulni, szóval ez már haladás, és már itthon magamban így elkezdtem tanulni ezeket a kriminológiai dolgokat, kriminálpszichológiát, mint tudjátok, ilyenekről is vannak videóim, nem tudom ez a videó mikor fog kimenni, de készítettem ebben már egy jó pár videót, szerintem azok majd később fognak kimenni, mint ez, de azt itt magamnak elkezdtem tanulni, és nagyon-nagyon élvezem, nagyon tetszik, nagyon szeretem, és már alig várom, hogy én ezt mehessek, és csinálhassam, és nagyon-nagyon izgatott vagyok miatta, ugyanis úgy érzem, hogy nekem ez az én utam, és ez az én hivatásom, nekem ez a munkám, és ez lesz életem végéig a munkám, és nagyon-nagyon várom el, hogy ezt elkezdjem, illetve még, ami nagyon ott van, még úgy gondolkozgatok, vagy így eszembe van, az a történész. Akkor határoztam el leginkább, mikor 8. tanultuk a második világháborút, és én nagyon-nagyon megszerettem azt a témát, és akkor én eldöntöttem, hogy történész szeretnék lenni, holokauszt történész pontosan. Remélem, hogy emiatt a szó miatt nem fogja most letiltani a videót a YouTube, ha igen, akkor kisípolom, és ide kiírom, de mindegy is, szóval én holokauszt történész szerettem volna lenni, és így a második világháború német felével szerettem volna leginkább foglalkozni, az vonzott inkább. Nem akarok ezzel kapcsolatban semmi szót kimondani, de mindegyikünk tudja, hogy kire, meg mire gondolok, szóval nem akarom, hogy emiatt valami tiltást, vagy letöröljék a videót, vagy valami, bármit kapjak, szóval inkább nem mondok ki semmit. De igen, szóval engem ez nagyon érdekelt, ez a fele a történelemnek, és nagyon sokáig történész akartam lenni. Kitűnő voltam 5 évig, alig volt 4-esem történelemből, szóval nagyon-nagyon jó voltam töriből, most is nagyon jó vagyok töriből, az a kedvenc tantárgyam, szóval, illetve a német azt is nagyon szeretem, de igen, én nagyon sokáig szólt holokauszt történész szerettem volna lenni, viszont én egy gyilkossági nyomozó már sokkal régebb óta gondolkozok, és sokkal régebb óta az eszembe van, de ezt majd még egy következő kérdésnél majd jobban kifejtem, hogy ez pontosan hogy alakult ki nálam, meg miért. Szóval igen, erre a kérdésre válaszoltam, hogy milyen egyetemre szeretnék menni, és mit szeretnék tanulni. Szóval igen. Aztán a következő, van barátod, mármint párod, vagy barátság, extrákkal is számít, egyébként csak így tovább. Hát ez, és köszönöm, hogy csak így tovább. És ez aztán válaszolnak a kérdésre, szóval. Számomra ez egy olyan téma, amiről itt nem nagyon szeretnék beszélni. Én ezt elhatároztam, amikor elkezdem ezt a csatornát, hogy én itt nektek aníz leszek. Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ez az itteni énem. Ti azt látjátok belőlem, hogy én itt vagyok, és elmondok egy történetet. Ez a csatorna legfőképpen igazából nem is rólam szól, hanem azokról az emberekről, akikről beszélek. Ez a csatorna akkor szólna rólam, ha olyan videókat készítenék, mint most. Hogy itt leülök, és igazából magamról beszélek, de igazából ez a csatorna nem rólam szól, és úgy gondolom, hogy ezek a dolgok nem tartoznak a csatornához, vagy nem... hogy is fogalmazzam meg ezt jól, hogy nem gondolnám azt, hogy jót tenne, hogy én behoznám ennyire ide a magánéletemet, ha van párom, ha nincs. Ezt így megtartanám magamnak, és így a privát életemnek, hogy nekem most van-e párom, vagy nincsen. Szóval egyébként lehet, hogy több dolgot megosztok a magánéletemről, viszont ott se nagyon sokat, szóval nagyon a barátaimmal se teszek ki, például fotókat, szóval ott se, szóval nem akarom ennyire kitenni a magánéletemet és a privát szférámat. Én itt nektek itt vagyok, és ezekben a videókban így a beszélgetősekben picit jobban megismerhettek engem,
engem, de így a körülöttem lévőket, mondjuk a családomat, barátaimat, esetleges páromat, ha van, nem mondom el, hogyha van. Szóval én ezeket nem szeretném ebbe bevonni. Ez az én kis terem, engem így megismerhettek, és lehet, hogy később nektek ezeket a dolgokat el fogom mondani, de egyenlőre még nem. Persze a véleményem máskor is változhat, viszont egyenlőre úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat én nem szeretném. Itt írt valaki, na de szóval én ezeket a dolgokat nem szeretném itt közölni és elmondani, mert úgy gondolom, hogy ez nem tartozik a csatornának az imidzséhez és az egész témájához, én úgy gondolom. Aztán van itt egy következő kérdés, hogy én milyen szakra szeretném menni, ha egyetemre jelentkezem, majd ezt ugye válaszoltam. Aztán nézzük a kommentet. Szia, néz! Jó lett, mint mindig. Köszönöm szépen. A hagyma engem is leszokott győzni. Igen, engem is nagyon-nagyon sokszor, és általában anya vágja a hagymát nálunk. Na nézzük a komment további részét. Na. Az én kérdésem az lenne, hogy nem viselnek-e meg lelkileg néha történtek, amikről készítesz nekünk videót. Gondolom nem egy, nem, mi? Gondolom nem egy, nem két napig készülsz egy-egy videóra, belásod magad a történtekbe, stb. És némelyik azért elég felkavró, lásd a West Memphis 3-ak esete, én például amióta megnéztem nálad az esetről szóló videót, nem esetről erről, sokat van az eszembe, előre is köszi a választ, hát most választolok neked. És ez egy nagyon-nagyon jó komment, és erről mindenképpen akartam nektek beszélni. Na, nekem ez úgy van, hogy nálam van egy szabály. Mikor én ezeket a dolgokat feldolgozom, én úgy csinálom, hogy egy Word dokumentumba ezt nekülök és megcsinálom. Nálam két szabály van. Hogyha olyanról készítek videót, aki számomra nagyon gyomorforgató, azt mindenképpen evés után teszem, és nekem ez nagyon fontos, mert én nem feltétlen tudok, úgy meg tudom enni az ételt, de úgy nem annyira jó szájízzel, mintha hát nem olvastam volna ilyeneket, azért valljuk be. Másik pedig az, hogyha olyan esetet dolgozok föl, amik engem nagyon megviselnek, akkor utána nem megyek el egyedül fürdeni. Mármint úgy értve, hogy nem megyek el egyedül fürdeni, hogy utána én az fürdést előtte intézem, mert ugye ott beülök a kádba, és akkor ott vagyok, és nekem az úgy jár rajta, az agyam ugye nem történik semmi, nem beszélgetek senkivel, és akkor ott vagyok, és így ezen agyalok. És nálam ez a két szabály van, hogy se fürdés előtt, se kaja előtt nem dolgozok fel ilyen történeteket. Mondjuk, most mondok nektek rá egy példát, mondjuk fürdés előtt nem dolgozom, nem föl a West Memphis 3-akat, illetve nem dolgoznám föl kaja előtt Csikatiló esetét. Na, most mondtam valamit, nálam ez ilyen, szóval ez egy ilyen szabály van nálam, hogy lelkileg megviselnek-e. Én egyébként így ilyen szempontból úgy gondolom, hogy erős vagyok, mert ezeket a dolgokat nagyon távol tudom magamtól tartani érzelmileg. Gondolom, hogy mivel én valamennyire ezen nőttem föl, ugyanis de erről majd megint egy másik kommentben, mert tudom, vannak témák, amit én mondok, hogy így említek, viszont így kommentenként szeretnék haladni, mert így tényleg leírtátok azokat a kérdéseket, amikre így ki akartam egyébként is térni. Na de vissza, szóval én úgy gondolom, hogy egyébként nagyjából távol tudom magamtól ezeket tartani és úgy elvonatkoztatni, viszont azért vannak olyanok, amik nagyon megviselnek. Szóval nálam is volt például olyan, hogy mondjuk másfél hétig minden nap leültem, és 3-4 órát csinálgattam ezeket a dokumentumokat, és dolgoztam föl a durvábbnál durvább esteket, és azt éreztem, hogy besokaltam. Hogy nagyon-nagyon besokaltam, és sok nekem, akkor tartok egy pár napos szünetet, még akkor nálam a szünet az azt jelenti, hogy mondjuk nem dolgozok fel eseteket, vagy hasonlók, mondjuk nem videózok, de mondjuk például interjúkat, vagy dokumentumfilmeket nézek, mert az engem annyira nem megráz, de máshogy érzem utána magamat, szóval igen. De egyébként tényleg szokott ilyen lenni, mikor úgy már nagyon besokalak, és azt mondom, én ezt nem bírom, és igen, nem is azért, mert úgy nem bírnám, hanem leginkább úgy egy ilyen félelemérzet van bennem nagyon sokszor. Tehát például nagyon-nagyon, vagy mondjuk én például, ha látok egy például a futás közben, és én járok egyébként futni, ha mondjuk jön velem szembe egy furcsán kinéző, akkor nem is kell annyira furcsán kinézőnek lenni, akkor elkanyarodok inkább. Szóval én nagyon-nagyon elővigyázatos és óvatos lettem ezek után, és kicsit jobban is
túlságosan is egyébként elővigyázott és óvatos vagyok most ettől a témától eltérve, hogy az emberekkel is igazából én nem nagyon vagyok így, én nem vagyok rákényszerülve, én nem vagyok egy nyitott ember. Én ezt úgy értem, hogyha te nem jössz oda hozzám, akkor én nem nagyon fogok. Szóval, hogy így, szóval ezt úgy fogalmaznám meg nektek, hogyha mi találkozunk mondjuk a vonaton, és mi nem ismerjük egymást. Én mondjuk hamarabb oda megyek hozzád mondjuk útbaigazítást kérni, vagy mondjuk rád mosolygok, vagy hasonló. Viszont, ha nekem kell beszélgetést kezdeményezni, ott én megállok. Viszont, ha te beszélgetést kezdeményezel velem, akkor valószínűleg én ott sokkal könnyebben megnyílok, de magamtól így nem kezdeném el. Viszont ha ugye megvan az a tisztes távolság, akkor én így nagyon kedves vagyok, vagy hogy mondjam nektek. Szóval így idegenekkel én egyébként nagyon kedves vagyok. Szóval esetleg láttok, akkor nem is azt mondom, hogy képet vagy akármi, csak köszönjetek nyugodtan rám, nem fogok megsértődni, vagy nem fogok bunkó lenni. Szóval vannak olyan történetek, amiket nagyon sokáig gondolkozok, és fekszek az ágyba, és egyszerűen nem értem. Szóval nekem tök sok olyan van, ami többféle érzés vált ki belőlem. Van, ami, de így azt érzem, hogy így egyszerűen undort érzek, egyszerűen nem is megrémiszt, egyszerűen undort érzek. Ilyen például Ed Gein esete, nekem az annyira undorító, hogy én azt megmondom őszintén, fel is dolgoztam már, de nem visz rá a lélek, hogy de leüljem, és nektek azt én elmeséljem, elmondjam, mert egyszerűen annyira undorító számomra, és egyébként Csikatiló esete is olyan, amire nagyon rá kell magamat vennem, hogy én azt a videót elkészítsem, ugyanis még így olvasva is durva, amiket tett az ember, viszont én láttam a tett helyekről eredeti fotókat, hogy ő a holtesteket hogy hagyta ott a tett helyen, és nagyon-nagyon brutális, és felfordul a gyomrom, ha rá gondolok, szóval vannak ilyen történetek, van, amik megrémisztenek. És például nekem az egyik legrémisztőbb sorozatgyilkos például a számomra Ed Kemper. Számomra az ember annyira hátborzongató, nem tudom elmondani, hogy miért, de számomra az ember nagyon-nagyon ijesztő. Egyébként sokáig a Ramirez tartottam nagyon-nagyon-nagyon ijesztőnek, nem tudom megfogalmazni, hogy miért, de őt nagyon-nagyon hátborzongatónak tartottam. Aztán vannak olyanok is, amiket nagyon érdekesnek találok, és nagyon sokáig gondolkozok tényleg így, hogy ezt így hogy, meg miért, így nem is, megrémiszt természetesen mindegyik, de hogy így mindegyik azért valamennyire más reakciót vált ki belőlem, tehát van amelyiknél ilyen undort érzek, van amelyiknél igazából azt a készítés, hogy még többet akarok megtudni az ügyről, és még többet akarok olvasni, mert nagyon-nagyon érdekes, és nagyon kacifántos, van amelyiknél tényleg baromira, feláll a szőr is a hátamon, szóval nálam nagyon sok érzést és reakciót válthatnak ki belőlem az ügyek, de tényleg van olyan, ami azért nagyon megvisel, és úgy érzem, hogy nekem ez így elég, és én ezt nem bírom. Egyébként úgy gondolom, általánosságban ezeket jól bírom, és jól tudom őket feldolgozni, viszont vannak, amikor nekem is úgy érzem, hogy ez már sok, és nekem ezt így kaput, nekem annyi, és így pihenni akarok, de általánosságban jól bírom. Szóval például én vagyok az az ember, aki megnézi az, nem tudom, az véres horrorfilmeket, meg tudok nézni azért tett helyről fotókat, vagy valami, szóval én azért ezeket bírom, de amikor sokat nézek ilyeneket egymás után, meg dolgozok föl, meg beszélek róla, akkor én úgy érzem, hogy azért már néha nekem is azért már sok egy szünetet kell tartani, de azért megráznak, vagy például, amit nagyon sokat gondolkoztam még, a Szatmári Nikinek az eltűnése és meggyilkolása volt. Engem az annyira felkavart, hogy én napokig azon gondolkodtam, és egyszerűen az nagyon-nagyon megviselt. Szóval ez, meg a West Memphis 3-ak, ez a kettő, illetve egyébként volt az, nekem egyszer, most elmesélem, hogy már álmodtam is egyébként ilyen emberekkel. Én egyszer álmodtam Bandival, és egyszer Ramirezzel. Nem tudom, hogy szerintem sokat foglalkoztam velük azokban az időkben, de egyszer álmodtam a Ramirezzel. Akkor azt álmodtam, hogy mentem az úton, és választhattam, hogy vagy az úton, vagy a járdán megyek. És emlékszem, hogy én a járdát választottam. És emlékszem, hogy amikor lementem a járdára, akkor Ramirez odaugrott, és meg akart engem ölni, viszont valaki más odaugrott, és végül őt
Őt megölte, majd én elfutottam, majd utána jött, és engem is kinyifantott. És aztán emlékszem, hogy újra álmodtam ezt, mert ugyanaz az éjszakán, újra az volt a helyzet, hogy én ott álltam az úton, és dönthettem, hogy most már megyek az úton, vagy a járda, és megint a járdát választottam. És emlékszem, hogy akkor már nem mentett meg senki, akkor már rögtön engem így nekem annyi volt. Szóval erre emlékszem, azért ott nagyon megijedtem. Illetve a másik az volt Bandival, annyira emlékszem, hogy én ültem az ágyon, és jött nekem egy telefonom, hogy Bandi szeretne velem beszélni, mert elvileg én azt hiszem álmomból őt valahonnan ismertem, de én mondtam az ügyvédjének, vagy aki felhívott, nem is tudom ki volt az, hogy én nem akarok vele beszélni, de ő nagyon-nagyon erősködött, hogy Bandi akar velem beszélni, de mondtam, hogy én nem akarok vele beszélni, és nem is fogok beszélni, és emlékszem, rátettem a telefont. Ennyi álmom volt egyébként sorozatgyilkosokkal ez a kettő, és most megragadnám az alkalmat, mert most van időm, meg eszembe van, hogyha nektek van nagyon különös álmotok, ami esetleg sorozatgyilkosokkal, gyilkosokkal, vagy valami betöréssel, vagy valami hasonló ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos álmotok van-e, akkor küldjétek el nekem erre az e-mail címre, vagy erre az Insta névre, és aztán nézzük is a következőt. És ezt a kommentet egyébként egy olyan ember írta, akit én nagyon-nagyon kedvelek, ugyanis például őt névről ismerem, szóval ő meglátom a kis értesítést, hogy ez az ember írt nekem kommentet, akkor én mindig úgy megörülök, mert tudom, hogy mindig valami kedveset ír, és neki a nevét megjegyeztem meg minden, szóval én őt nagyon-nagyon kedvelem, meg nagyon szeretem, nagyon aranyosokat tud írni, és így van még egy pár ember, akit így névről ismerek, mert így tudom, hogy nagyjából kiismerek egy Brigit, akivel többször beszéltem így kommentekbe, illetve TikTokon is, így kommentelgettünk egymás videója alá. Ő már nem nagyon szokott, de rá emlékszek. Van egy Zsuzsi, egy Zsuzsanna. Őt is, nem tudom elmondani, hogy te írtad ezt a kommentet, és ezt őt nagyon megjegyeztem. Illetve volt egy lány, azt hiszem Apollóniának hívták, de nem vagyok benne biztos, és ne haragudj, ha rosszul emlékszek a nevedre, de azt hiszem őt úgy hívták, és ő egy kommentet írt, ha jól tudom, és de az nagyon jó volt, és írt nekem egy kritikát normálisan, megfogalmazva emberi módon, elmondta, hogy mi nem tetszik neki, hogy javítsak rajta, hogy mi nem tetszik neki a dologba, de mondta egyébként jó, stb. Egy normálisan emberien megfogalmazott kommentet írt nekem. És én arra ugyanúgy válaszoltam, elmondtam az én érveimet, és utána megbeszéltük a dolgot normális emberek módjára. Nem alpári módon fikáztuk a másikat, és bunkoztunk a másikkal, hanem tök normálisan le tudtunk ülni, és meg tudtuk beszélni ott a kommentekben, hogy kinek minden tetszik, és ki mit miért csinál, vagy miért írt, vagy miért mond, vagy értitek a dolgot. És én ott írt még pár kommentet, vagy választott alatta, és tényleg nekem nagyon szimpatikus volt, azt hiszem, hogy több kommentet nem írt, viszont őt nagyon megjegyeztem, és az egy nagyon jó emlékként így megvan nekem az a komment, és nagyon örültem, hiába nem volt feltétlenül csak pozitív, mert ugye kritika, de építő kritika volt, aminek nagyon-nagyon örültem, és nagyon örültem annak a kommentnek, hogy meg tudtuk beszélni, meg minden olyan úgy jó érzéssel töltött el, de azt utálom, mikor már a KK-ban is csomót keresnek, és minden apróságba próbálnak belekötni, amit találnak, és nem az építő kritikáról beszélek, hanem tényleg az a már kekeckedés, és mindenbe belekötnek, és olyanba is, amihez vagy semmi közük nincsen, vagy nem tudják a háttérinformációt, vagy nem a videó lényege, vagy úgy értem, hogy nem kapcsolatosabbval, vagy ha az nincs, vagy van, akkor az nem járul hozzá a videó minőségéhez, vagy egyszerűen úgy érzem, hogy nem vagyok nekik szimpatikus, és akarnak valamit mondani, amit ki tudtak csípni a videóból, amit esetleg rosszul mondtam, vagy rosszul csináltam, akkor azt nekik mindenképpen le kell írni. Jó, a gyerekek, most annyi történt, hogy betelt a tárhelyem, gyorsan kitöröltem pár videót, és folytatom, nem tudom már hol tartottam, de próbálom visszagörgetni az agyomat, a negatív kommenteknél, szóval néha úgy érzem tényleg, hogy nem vagyok neki szimpatikus, és próbálnak valami olyat találni, amiben bele tudnak kötni, ami nem is úgy érzem fontos, de mindenképpen próbálják, valamiben mindig próbálnak belekötni, és csak engem bosszantani. Nem, leszeretném zárni több szót, nekik nem is akarok adni, nem is erről szólt most igazából ez a komment, amit kérdeztek tőlem, szóval igen. De esetleg másik videóban lehet beszélek, még erről nem tudom, szóval igen, itt leszeretném ezt zárni, és így erről így ennyit, de itt tényleg van egy pár ember, akit így névről már így ismerek, és így tudom, hogy
Meg itt van még egy másik, ő az Ilda, azt hiszem, igen, Ilda, hogy jól látom. Ő is mindig nagyon aranyosakat ír, és nagyon kedves, és őt is így azért megjegyeztem, szóval. Szóval igen, van egy pár ember, akit így nagyon kedvelek. Na, akkor nézzük is a... Jaj, mindjárt berekedek. Na, hogy már itt a videó végére ne legyen nektek hangom. Szóval, szia Aniz! Várom Richard Ramirezről a videót. Lesz videó, fel is dolgoztam, de még nem szántam rá magamat, hogy én ezt leüljek és megcsináljam. Az valószínűleg sminkes lesz, de érkezik az is, megígérem, már fel van dolgozva, de nem sokára jön. Lenne több kérdésem is, örülnék, ha válaszolnál. Válaszolok egyébként, minden kommentre próbálok válaszolni, amire úgy érzem, hogy érdemes. Amire úgy érzem, nem érdemes, arra nem fogok válaszolni, és annak valószínűleg oka is van, hogy nem válaszolok, mert egyszerűen nem értek abban egyet. És egyébként azt érezhetitek most, hogy hadarok vagy, nagyon izgulok. Egyébként az igaz, hogy néha izgulok, amikor felveszem a videókat, viszont én most nagyon izgatott vagyok. Nem izgulok, izgatott vagyok, és azért beszélek ilyen gyorsan, és esetlegesen kapkodom a levegőt. És ezen egyébként akarok javítani, de én egyébként is így beszélek, szóval nagyon temperamentumosan beszélek, én nagyon sok kézmozdulattal, mimikával, és én így beszélek, én. Szóval ez nekem egy ilyen... Ez hozzám tartozik, szóval... Nekem, én így beszélek, én ezt nem tudok változtatni, nem is szeretnék. Én szeretem azt, hogy én így beszélek. Szóval, hát ilyen vagyok. Szóval nézzük is a komment további részét, de először megvárjuk, hogy elmenjen a vonat, mert belehallatszik, ez zavaró. Az első, miért kezdtél el videózni? Egyébként nagyon jó vagy, mert ezekkel a témákkal foglalkozol, szerintem sokan örülünk ennek, nagyon aranyos vagy, illetve van testvéred, a családod mit szól hozzá, hogy videózol, köszi, ha válaszolsz, és nagyon cuki a szendike, puszi. Na ez és nagyon-nagyon aranyos vagy, nagyon köszönöm. Aztán első, miért kezdtél el videózni? Na hát, ennek van egy története, ugyanis szendike. Szóval, én 8. több előadást is csináltam, a második világháborúról főként, és volt olyan is, hogy én tartottam meg a történelem órát, annyira szerettem előadni, és például volt olyan, hogy osztályfőnöki órát is megkaptam, és arról beszéltem, amiről szerettem, kiálltam, összegyűjtöttem információkat, egyébként ott híres rejtélyekről beszéltem, és ott kiálltam, és 45 percig mondtam a magamét. És bennem ez annyira megragadt, hogy én nagyon szeretek előadni, és egyébként kaptam is egy kis kártyácskát, amikor elban laktunk, hogy a nevem, és akkor a legjobb előadó, valami ilyesmi volt rá, és annyira megmelengedte a szívemet, mert tényleg én annyira szeretek előadni, de legfőképpen úgy, hogy én emberek előtt élőbe, és nekem ez a leges-leges legnagyobb álmom, hogy én tarthassak egy előadást nektek, és én ott álljak egy, nem tudom, egy pódiumon, vagy akármi, nem is kell egy pódium, csak ott álljak, és mondhassam, és az emberek élvezzék azt, amiről beszélek, odafigyeljenek, és amikor egyébként előadásokat is tartottam, teljesen megváltozott a személyiségem, és sokkal önmagamabb lettem, ha van ilyen szó, nem tudom, de hogy nagyon-nagyon élveztem, nagyon felszabadult voltam, és látszott, hogy élvezem azt, amit csinálok, és amit mondok, és tényleg, hogy nekem ez jó, és nekem ehhez tényleg van tehetségem, én úgy érzem, és bárki bármit mondja, azt fogom gondolni, hogy nekem ehhez van, és tudom, hogy van. És én úgy gondoltam, mivel a mostani sulimban nem nagyon tudok ilyeneket tartani, hogy én mindenképpen szeretnék meg előadni, meg beszélni az embereknek, és minél több emberhez eljuttatni az én előadásaimat, és így jött anyukámnak az az ötlet, emlékszem, fizika prezentációmat csináltam, fizikára prezentációmat, na így helyes, és akkor ötlet meg bennem ez a gondolat, hogy mondtam anyának, hogy valamit szeretnék még előadni, de nem tudom, hogy és anya akkor mondta, hogy csináljak én is egy csatornát. És akkor úgy utána már jött a többi, de hogy így ez így ötlött föl, hogy nekem, én nagyon-nagyon szeretek előadni, és ha többen leszünk, akkor én szeretnék is egy előadást tartani, én nem egy közönség találkozó, nekem az álmom, nekem nem egy ilyen, nekem az, hogy én kiálljak és előadhassak nektek, ezt élőbe is mondhassam, és ugyanolyan lenne egy YouTube videó, csak szemtől szembe én oda kiállnék és elmondanám nektek, nekem ez a legfőbb vágyam, és az, hogy én felnőttként előadásokat tudjak tartani történészként, és ez lenne a legnagyobb álmom, hogy én kiálljak és előadjak, és az emberek élvezzék, amiről beszélek, és hogy lekössem őket, és ez nekem hatalmas nagy vágyam, és álmom, ez a legnagyobb álmom, hogy én előadó lehessek, ilyen előadó, és mondhassam az embereknek, amit szeretnék, és ez ösztönzött arra is, hogy ezt a csatornát elkezdjem.
Miért ezekkel a témákkal foglalkozol? Na, kezdjük ott, hogy én körülbelül Poirot-n és Holmes-on nőttem fel. Egyiket se szeretem, azt most leszögezem, egyiket se nézem, viszont anyukám nagyon szereti Poirot-t, apukám meg Holmes-ot, és így mindig így ezeket így hallgattam, meg stb., illetve a History csatornát is nagyon szeretjük, ami szintén például rengeteg történelmi dolog van, meg bűntények hasonló, illetve én később nagyon láttam például anyánál, hogy sok krimit olvas, meg sok ilyen dokumentumfilmet néz, és hát úgy engem is elkezdtek érdekelni, és már nagyon-nagyon fiatal koromban rengeteg ID Extrát néztem például, és engem azok nagyon-nagyon érdekeltek, de mindig is érdekeltek például, amikor Egyiptomban mondjuk a múmiák, vagy a vámpírok, vagy a szellemek, ez is nagyon érdekelt kiskoromban, minden, szóval engem minden ilyen kis rejtély, ilyen, ami picit különbözik így az átlagtól, az engem így mindig nagyon érdekelt, szóval ami nem ilyen normális, vagy ilyen átlagos téma, az engem mindig nagyon érdekelt. És így később, már mondjuk negyedikes, ötödikes koromban is már megfogalmazódott az bennem, hogy én ebben szeretnék foglalkozni, és engem ez nagyon-nagyon érdekel, és hogy esetleg ilyen szakmát válasszak későbbiekben, ugye, és nekem ez innen indult, hogy rengeteg ilyen dokumentumfilmet néztem, ilyen családom által is, és engem ez így nagyon megragadott, és tényleg engem mindig vonzottak az ilyen témák, és mindig úgy éreztem, hogy nekem ebben kell foglalkoznom, és ez nekem így fontos, és ez hozzám kötődik, és szóval bennem ez, nekem ez innen ötlött meg, hogy nekem ez innen, imádom ezeket a témákat, és nagyon szeretek erről olvasni, és tényleg már kiskorom óta én ezeket hallom, látom, tanulja nem vagyok, hála az égnek, ha nem vagyok tanulja, ne is legyek, soha ne legyek, és ti se legyetek ilyeneknek tanulni, de hogy én nagyon sokat olvastam ilyenekről, és leginkább a tévébe láttam erről nagyon sok dolgot, és nagyon-nagyon megragadtak, és ez így megmaradt még máig is bennem. Illetve van testvéred? Igen, van egy nővérem, viszont ő már felnőtt, és nem velünk él, szóval ő jóval idősebb nálam. Aztán a családod mit szól, hogy videózol? Szóval, nekem ez egy olyan dolog, nekem ez a YouTube, ez a videózás, hogy ezt nem sok ember tudja. Tudja anyukám, apukám, és három barátnőm. Ennyi. És senki más nem tudja, legalábbis nem tudok róla, hogy tudná. Inkább így fogalmazok, és pár régi osztálytársam egyébként tudja, de ők, nekik nem én mondtam el, vagy így rájöttek, értitek? De hogy én ezt nem nagyon hangoztatom, nem azért, mert szégyellem, vagy félnék, hogy esetleg cikiznének, vagy hasonlók. Szóval úgy érzem, hogy ezek nem olyan témák, amik mindenkinek valók. Ezek szerintem olyan témák, amik nagyon szubjektívek. Szóval nem mindenki szeret arról hallani sztorikat, fél órán keresztül, vagy egy órán keresztül, hogy darabolgattak fel valakit, vagy hogy késeltek meg milyen módon, meg mit tudom én, szóval ez egy nagyon olyan téma, úgy gondolom, ami nem mindenki szeretne. Nem egy napi vlogot csinálok, vagy azt, hogy mondjuk, miket rendeltem Wishről. Szóval azt azért az úgy, a legtöbb embernek az úgy meg tudja nézni. Ez egy nagyon ilyen szubjektív dolog, ezt valaki vagy kedveli, vagy nem. És úgy gondoltam, hogy én ezeket a dolgokat azoknak mondanám, akik érdeklődnek ezek iránt, és például én azért is kezdtem el még az előző kérdéshez visszatérve, mert én erről nem nagyon tudtam senkinek se beszélni, mert nagyon senki nem szereti ezeket ennyire az én környezetemben, mint én, szóval így azoknak az embereknek mondom így a YouTube-on keresztül, akik érdeklődnek ezek a dolgok iránt, és szóval mi is volt a kérdés? Már is felejtettem, szóval igen. Anyukámék nagyon örülnek egyébként ennek, hogy én ezt csinálom, és ez jó, és nagyon-nagyon támogatnak, nagyon szeretik. Apukám nem minden videómat nézi meg, mert ő annyira ezeket tényleg nem szereti, de néha egyébként megnézi egy párt. Anyukám mindent megnézi, mindent lát, mindent figyel, szóval ő mindenről is tud. Szóval igen, aztán a három barátnőm, akinek elmondtam, ők nagyon támogatnak, nagyon örülnek neki, és nagyon-nagyon büszkék rám, és innen is puszillak titeket, hogyha nézitek ezt a videót, és nagy hatalmas ölelést küldök, de igen, de ők se ennyire nincsenek ennyire benne ebbe a témába, és annyira ők se kedvelik ezeket, de miattam, mert ugye én csinálom, támogatnak, és büszkék rám, hogy én ezt csinálom, és nagyon örülnek neki, hogy
végre találtam valami olyat, amiben így ezt az előadó készségemet így ki tudom élni, és örülnek nekem velem együtt igazából. Összesen körülbelül ennyi kérdést kaptam, és ezek a kérdések körülbelül le tudták azt fedni, hogy én miről is szerettem volna beszélni, illetve még van egy dolog, amit most el szeretnék nektek mondani, az pedig, hogy szerintem ez a videó augusztus 24-én, 3-án fog szerintem talán kimenni, szóval így mostanában, mert ezt ugye mondtam, 22-én vettem fel, és azért szeretném ezt most elmondani, ugyanis nekem mikor sulim lesz, valószínűleg nem nagyon fogok tudni videózni, ezért nagyon sok videót felveszek, szóval már be van nekem szeptember első hetére videó időzítve, meg másodikra, szóval nagyon sok videót fogok nyáron felvenni, és akkor ez azért lesz, hogy nagyon sok videót felveszek előre, hogy legyen nektek videó, és ennek ez lesz az oka. Valószínűleg egyébként fordítások lesznek leginkább itt suli időben, meg leginkább ugye télen, mert itt kiülni ebbe a kis faházba azért baromi hideg van, de majd biztos megoldom azt is, szóval ne aggódjatok, mindent megoldok én. Szóval igen, és ezt el szerettem volna nektek mondani, hogy valószínűleg rengeteg ilyen időzített videó lesz, és lehet, hogy mondjuk utalok valamire most, de azt már máskorra időzítettem, szóval lehet, hogy ebből egy picit furcsa lesz nektek, de... és ezt a videót egyébként mindenképpen én aktuálisan akartam feltenni, hogy időben, nem mondjuk beidőzítve 2 hét múlvára. Szóval akkor tényleg eleget dumáltam, és picit tényleg tudtunk beszélgetni, és egyébként hogy tetszik ez a beszélgetés, mert igazából itt tényleg én voltam, önmagam voltam, itt nem egy mesélő voltam, úgymond, hanem én és ti, szóval ezért egyébként nagyon hálásak, mert nagyon élvezem ezt, szóval nagyon szeretek beszélni, nagyon szeretek dumálni, és sok ugye szabadabban, meg közvetlenebben tudok, mert ugye nem vagyok egy adott témához, meg szöveghez kötve, amit el kell mondanom, szóval nekem nagyon-nagyon örülök, szóval én ezt nagyon élveztem. Annyira sok ilyen nem lesz, mert ugye, mint mondtam, ez annyira nem a csatornához kapcsolódik, de mondjuk ilyen nagyobb számoknál, 1000, 5000, 10000, nem tudom, szóval értek, ezért nagyobb számoknál lehet, hogy lesznek ilyen beszélgetős videó, hogyha esetleg nektek is tetszik, de valószínűleg még lesznek, mert amíg én élvezem a videókat csinálni, meg az adott típusú videókat addig lesznek, szóval ilyen egyszerű, de igen, szóval azért kíváncsi vagyok a véleményetekre. És ha tetszett nektek ez a videó, akkor szokásosan nyomjatok egy lájkot, vagy ha nem, akkor egy diszlájkot. Arra van, hogy megnyomjátok a lájkot, meg a diszlájkot is, iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a kis csengőcskét, hogy mindig kapjatok értesítést, ha esetleg új videót töltök föl ide a csatornára, és rögtön meg tudjátok nézni. Kövessetek a közösségi platformjaimon is, az Instagramomon, a TikTokomon is, illetve még az e-mailem is lent van a leírásban, ahova várom a ti álmaitokkal kapcsolatos történeteket, illetve Instán is megírhatjátok a gondoljátok, de majd kommentbe is azt leírom, hogy esetleg ne felejtsétek el, meg mit tudom én, szóval le lesz rögzítve a kommentbe is. De igen, nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, és végignéztétek ezt a baromi hosszú videót, szóval igen, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és élveztétek ezt a kis csajos beszélgetést, ha fiú vagy, akkor ezt a fiú-lány beszélgetést, szóval igen, legyen nagyon-nagyon szép napotok, kívánom nektek, és én hatalmas ölelést küldök. Puszi!